Új tetőszerkezet, korszerű taneszközök, egésznapos oktatás, tehetséggondozás, diákszövetkezet. Csak néhány azok közül a beruházások és újítások közül, amelyek az Óbecsei Petőfi Sándor általános iskola mai működését jellemzik. 2019-ben az iskolát a bezárás veszélye fenyegette, mára viszont jelentősen megnövekedett a tanulók száma. Az elmúlt két évben és az idei évben is nagyon megnőtt a szülők érdeklődése iskolánk iránt, tehát két párhuzamos tagozatot írtunk be az elmúlt két évben, és az idén is két első osztállyal indulunk, és egy szerb osztállyal. Legutóbb a felújított földszinti vizes gócot adták át rendeltetésének. A befejezett munkálatokat ma Szakállas Zsolt tartományi oktatási titkár is megtekintette. Az iskola beruházásait jelentős összegekkel támogatta a tartományi kormány is. Az elmúlt időszakban a tetőszerkezet cseréjét finanszíroztuk, a 2021-es évben pedig a vizes gócok átszervezését, pontosabban felújítását támogattuk. Pillanatnyilag is egy beruházási pályázatunk nyitva van a tartományban, és várjuk a pályázókat, a pályázatokat, és remélem, hogy Óbecséről is minél több sikeres pályázónk lesz a 2022-es évben is. Jelenleg egy nagy étkező kialakításán dolgoznak a mesterek, egy tavaly még tornateremként, most raktárként használt helyiségből pedig hamarosan korszerű művésztanterem lesz.